Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi vár rád április hónapban? Ez egy általános jóslás, persze megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes havi jóslást, a díjam 3500 forint. Ugyanúgy építem ki, mint ahogy ennél az általános jóslásnál, most mutatom, hogy mit üzennek a kártyák. A sarok kártyáknak mindig van egy fontos jelentősége, különösen az első kártyának, hiszen utal a havi témára, és itt látható egy levél. Ez jelent egy üzenetet. Milyen üzenetről van szó? Itt megjelenik a négy levelű lóhere, ami szerencsét hoz. Tehát itt egy jó hírről van szó. A levél alatt itt van a szív, ez lehet egy szerelmi üzenet is. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt jelensz meg a képen. A fölötted lévő kártya utal a gondolatodra. Itt van a kasza, és te eltávolítasz gondolatban valamit. Például a negatív gondolatokat, olyanokat, hogy ó, ez úgysem sikerül. Ez egy negatív gondolat. Tehát ezzel a kasszával elvágod a negatív gondolatokat, elvágod a negatív érzelmeket, a félelmeket, a bizonytalanságokat, ami volt a múltban, hiszen a hátad mögött itt van ez a hegy, és az utal bizony nehézségekre, de ezen most túlteszed magadat, a kasza segít neked, hiszen elvágja ezt a hegyet. Ami előtted van, az történik. A gólyák jelentik a változásokat. A szerelmi élet területen, hiszen itt van ez a szív, és mindez szerencsét hoz neked, hiszen ezt mutatja ez a négy levelű lóhere. A te lelki társad, vagy ha egy férfi vagy, akkor itt vagy látható a képen. És a fölötted lévő kártyák utalnak a te gondolataidra, vagy ezek a gondolatok vannak a te lelki társadnál. Itt fölötte a gólya jelentheti azt is, hogy szeretne egy kisbabát, de utal a változásokra, és itt van a szerencse. Azon kívül előtte is megjelenik a szív, a szerelem, ami összeköt benneteket. Ami még összeköt benneteket, az a kereszt, a hit. Azon kívül egy kármikus kapcsolat, hiszen ez a hölgy egy vonalba van a kereszttel, itt látható. De nem csak te, mint hölgy, vagy egy vonalban ezzel a kereszttel, hanem ő is, hiszen itt látható. Tehát ez a kereszt, ez összeköt benneteket, és ez arra utal, hogy a sors utatok kereszteződött. Tehát ez a találkozás nem véletlen. Amit a kereszt még jelenthet, vallási témák, egy spirituális terület, vagy azt is jelentheti, hogy mindketten elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez. És itt elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra, és itt változásokról, döntésekről lesz szó. Ezekre a döntésekre nem csak a kereszt utal, hanem itt az élet utak is. Melyik kártyával van ez összefüggésben? Itt van a horgony, az utak, a kereszt és ez a ház. A ház utalhat az otthonotokra, hogy ott lesz változás, mint például egy költözködés. És ez a horgony jelenti azt, hogy mennyire fontos,
a biztonság érzete, ahol le tudtok gyökerezni, le tudtok horgonyozni. Amit a horgony még jelent, a munka és a hivatás. És itt is lesznek fontos döntések. A lelki társad, az itt látható a képen, előtte van ez a fa. Tehát ebbe az irányba tekint. Ez a fa jelenti azt, hogy ő vágyik arra, hogy meg legyen a nyugalom, a biztonság, el akar érkezni oda, ahova szeretne, ahol le tud gyökerezni. Amit a fa még jelent, itt van növekvés, de úgy lassan növekszik, mint ahogy a fa is lassan növekszik. Ez kihat a szerelemre, a párkapcsolatotokra. De az anyagiakra is, hiszen itt van egy vonalban vele a halak képe és az utal pénzügyi dolgokra. Itt lesz nyeremény, de olyan lassan alakulnak a dolgok. Amit ez a fa még jelenthet, egészségügyi témák. Lehet, hogy ez a hivatása, és így jön pénz a házhoz. Amit a halak még jelentenek, a belső értékek. És ez a kép is összeköt benneteket, tehát te értékes vagy számára, és ő is értékes számodra. És itt lesz ez a gyógyító erő. A következő sarok kártyán látható ez a kutya. Ez utalhat természetesen kutyára vagy cicára is, de jelenti a hűséget. Itt megvan kettőtök között a hűség. És itt ez a kártya fent mutatja azt, hogy előre mennek az események. Itt lesznek változások, lesz mozgás. Ez a kártya mindazt mutatja, ami mozog. Ez lehet sport vagy autó is. Ő alatta itt van ez a torony, és ennek a toronynak több jelentősége van. Ez lehet egy magas, vékony férfi, de jelenthet egy nagyvárost is. Amit a torony még jelent, hivatalos dolgok, vagy egy bírósági ügy, és ebben a helyzetben anyagiakról van szó. Itt a hegy azt jelenti, itt még vannak ugyan nehézségek, de ez a kígyó segít mindezt megoldani. Ezek lehetnek mellékutak, vagy utalhat egy nőre, aki hivatásból ezen a területen dolgozik, és nyújtja a segítséget. Amikor érzelmekről van szó, akkor ez a torony olyan, mint egy labirintus. Fogva tart téged. Ezek a negatív érzelmek, mint például félelmek vagy bizonytalanságok. Ilyen helyzetben fontos egy kiút, egy megoldás. Áttenni magadat a félelmeken. És most megnézzük a következő sarok kártyát. Itt látható ez a koporsó, ez lehet természetesen egy örökösödési ügy is, de vigyázz, hiszen itt van a hamisság, valaki el akar lopni tőled valamit. De ennek a kártyának van egy szimbolikus jelentése is. Valami régi dolgok vagy emlékek. Milyen emlékek vannak itt? A felhő azt jelenti, hogy voltak a múltban olyan dolgok, ami átláthatatlan volt számodra. Itt az ostor azt jelenti, hogy valaki megbántott téged. Ezek fájdalmas emlékek. Itt a ravasz róka jelenti a hamisságokat. De ez most lezárul április végéig, hiszen itt láthatóak az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, azok felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Tehát az egerek eltávolítják a felhőt, a korbácsot, a ravasz rókát.
Ez a kártya jelentheti a múltat, ilyen régi dolgokat, eseményeket, de azt is, hogy eddig minden olyan nyugodt volt, nem volt mozgás, nem történt semmi, de ez inkább kellemetlen volt számodra. De ez is lezárul, hiszen az egerek el tudják ezt a kártyát is távolítani. És akkor meg lesz a nyilvánosság, amire ez a park utal, és megkapod az elismerést, mások észrevesznek téged. Itt lesz egy új kezdet, erre utal ez a kisfiú. Persze jelenthet gyermekeket is, sőt, még egy kisbaba születését is, hiszen itt van egy sorban a hold, és az utal anyai érzelmekre, és itt a kulcs, itt kinyílik egy új ajtó, egy lehetőség, és ez a virág a lunomát kártyáknál jelenti a szexuális kapcsolatot is, és ez kell egy kisbaba születéséhez. És így van megírva a csillagokban, ezt jelenti ez a kártya. Persze a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, ez a gyermek utalhat egy új kezdetre. Itt kinyílik egy új ajtó, egy új lehetőség. Ezt megkapod, itt tisztázódik valami, és ez szerencsét hoz. Persze ez a kártya jelenthet asztrológiát, vagy egy spirituális területet. Ez egy régi bölcsesség, és itt van a közelben a könyv, ez a tudás. A következő sarok kártyán látható ez a jeges medve, ami erőt ad. És mi az, ami erőt ad számodra? Itt a nyár és az utazás. Tehát egy utazás tervezése, ahol ti erőt tudtok meríteni, mert ez az utazás jót tesz nektek. Itt ez a gyűrű jelenthet egy kapcsolatot, egy eljegyzést például, de jelenti a szerződéseket is. Itt a könyv utal a tudásra, az lehet egy továbbképzés. Amit ez a gyűrű még jelent, hogy valami vagy valaki visszatér az életedben, és ez erőt ad számodra. Ez az utazás lehet egy belső út, egy lelki út is. És itt a napsugár jelenti a kisugárzásodat, a vonzó erőt kettőtök között. A nap jelentheti a sikereket is, és itt ez a kártya, a horgony, ami jelenti a munkát, az azt jelzi, hogy sikered lesz a munkát, a hivatásodat illetően. A madarak jelentik a kommunikációt, itt lesznek fontos beszélgetések, és ez a virágcsokor, ez egy kellemes meglepetés, egy jó hír, egy meghívás, egy jó ajánlat. De jelenthet egy kreatív tevékenységet is, ahol még fogsz itt valamit tanulni. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét április hónapban itt látható. Olyan hirtelen, amikor erre nem számítasz, itt lesz mozgás, kapsz egy jó hírt. Ez a hölgy segít neked, különösen, ami a munkát illeti. Itt tisztázódik valami, ami a szerelmet illeti, megvan köztetek, ez a kisugárzás, ez a vonzó erő. Ez lehet egy belső, egy lelki út is, és ez erőt ad számodra, erőt ad számára. Áprilisban tervezhettek egy külföldi kapcsolatot, vagy utazásokat. Második hét április hónapban itt látható. Amennyiben egy hölgy vagy, itt vagy látható a képen, lesznek változások a szerelmet illetően, ami számotokra szerencsét hoz. A nehézségek, a problémák, a gondok elmúlnak, hiszen a kasza elvágja, és te hátat fordítasz ennek. Komoly beszélgetések, döntések lesznek, ezzel sikered lesz, hiszen itt lesz egy kellemes meglepetés. Nagyon sokat fogsz tanulni, és itt van egy kapcsolat, vagy egy iskolázás útján lesznek új kapcsolatok.
harmadik hét április hónapban itt látható a képen. Ez a férfi gondol rád, megjelensz a gondolataiban. Itt a szerelem, itt van a hűség. Ő oda akar érkezni az életbe, ahol úgy érzi, hogy le tud gyökerezni. Rendezi az anyagiakat is, kettőtök között van egy kármikus kapcsolat. Ez a kisfiú jelentheti a gyermekeket, vagy az ártatlanságot, de jelent egy új kezdetet is. Itt kinyílik egy új ajtó számotokra ezek a lehetőségek. A hold jelenthet anyai érzelmeket, vagy uralkodik az érzelmek felett. Ezek a vágyak, a remények, az álmok. Itt tisztázódik valami. Ezek az elképzelések. Nálad is, nála is. És ez szerencsét hoz, így van megírva a csillagképekben. A múltban voltak itt még fájdalmak, vagy valaki megbántott téged. Az lehet, hogy fél évvel ezelőtt történtek ezek a dolgok, mert ez a felhő fél évet szimbolizál. Tehát gondolj vissza arra, mit hogyan éltél át fél évvel ezelőtt. De áprilisban jóra fordulnak a dolgok, itt a nyilvánosság, megkapod az elismerést, valami rendeződik az otthonodban, vagy a családban. Itt vannak ugyan még hivatalos dolgok, de ezt tudjátok rendezni, hiszen ez a kutya jelentheti azt is, hogy valaki olyan barátilag segít nektek ebben. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!